Kitűnő fejlettségi állapotban van a kukorica. A sok csapadék következtében erőteljesen nőtt a növény, és a csövek is szépen megtermékenyültek. Ősszabó Ferenc felsőhegyi gazda 7 hektáron termel tengerit. A kései kukoricák szerepelnek vetésszerkezetében. Kései is most korán szabótak is kötnek. Tehát mi aránylag korán vettük a nedvesség miatt, hogy még akkor ugye megőrizzük a nedvességet, és úgy látszik most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy bejött. Teljes mértékben megtermékenyültek a kukoricaszemek. Most a magtalítődés fázisába lépett a növény. A jó éréshez és betakarításhoz azonban meleg időre is szükség van. 30 fokos meleg most már azért el kellene a növénynek, hogy még jobban tudjon fejlődni, mert most már csapadékunk van elég. Most már az kell, hogy azok a csővek, azok a szemek, azok fejlődésnek induljanak. Látjuk, hogy a kukoricák beköttek, megköttek, valahol 2 csövet, valahol 3 csövet is próbálnak kinevelni. Az öregek azt mondták valamikor, hogy 1 is rendes, de itt úgy látszik, ebben az évben lesz 2 is rendes. A kukoricánál nem ritka a növényenkénti 2 cső kialakulása. Most az időjárási körülményeknek köszönhetően a növény genetikai potenciálja erősebb. Nagyon meglátszik az idén, hogy mely kukoricák azok, amelyeknek kiváló genetikai alapja van. A kukoricának valójában 2 csőtől többet nem szabad, hogy hozzon. Természetesen a forgókon körbe megesik mindig, hogy több cső van a kukoricán, de most meglátszik ugye, hogy a 2 csöves kukoricák, vagyis azok a kukoricák, amelyek legfőbb 2 csövet hoztak, azoknak van a legnagyobb genetikai tisztasága. Vajdaságban 500 000 hektáron termelnek tengerit, és az utóbbi években a morzsolásos betakarítás került előtérbe. Egyre kevesebben vannak, akik góréban tárolják a terményt. Ha kedvez az idő, idén akár rekordtermést takaríthatnak be a gazdák.